Nyilván megpróbálok, ha lehetőséget kapok, annyit hozzátenni a játékhoz, amennyit így az NB1-ben is mutattam. Nyilván kell majd egy olyan plusz, ami ugye az NB1-et felül kell, hogy múlja. Mondom, igazából csak ennyit tudok hozzátenni, amennyit itt az NB1-ben is itt mutattam. Örülök neki, hogy meghívást kaptam, és hogy azon leszek, hogy bebizonyítsam a kapitánynak és mindenki másnak, hogy helyen van a keretben, és nem véletlenül kaptam meghívót. Elsődleges szempont, hogy fog-e játszani, ugye sérüléssel küzdött itt az elmúlt hetekben. Nem hinném, hogy különösebben probléma lenne, hogyha játszani kellene ellene. Ez egy olyan szituáció, mint ami bármikor egy futballista életében többször is akár előfordul. Nem vagyok először is biztos benne, hogy játszani fog, mert tényleg sérült volt. Mondom, nem lesz meglepő. Néhány óra érkeztünk, de abszolút jó a hangulat, úgyhogy nincsen ezzel magam. Titkon azért reménykedtem, mint ugye minden olyan játékos, aki az NB1-ben van, ugye hát nyilván ez is az egyik elsődleges, vagyis inkább másodlagos szempontja, hogy a klub csapata után azért megpróbáljon válogatott is lenni. Mondom, még egyszer meglepett. De szerényen és visszafogottan azért örültem a dolognak.